12. alkalommal rendezték meg Nagyváradon az országos megyeközi hittanversenyt. Hat szent, Abjai Nagy Szent Teréz, Páli Szent Vince, Vianyai Szent János, Lizői Kis Szent Teréz, Kalkuttai Szent Teréz és Szent II. János Pál pápa élete volt a téma. Abjai Nagy Szent Teréz. Kiemeltük, mennyire ambiciós volt, mindent megtett azért, hogy elérjen. Ő, ahogy mondta, hogy egy árva fillérből is felépített egy kolostort. Ahogy az ő szavaival élve, hogy egy árva fillér és én, mint Szent Teréz, az semmi, de egy árva fillér, én, Szent Teréz és a Jóisten az minden. A versenyen 11 erdélyi római katolikus egyházi iskola képviseltette magát. Hozzám legközelebb Kalkuttai Teréz anya áll. Egyszerűen a hivatása gyönyörű, amit ő elképzelt, véghez tudta vinni, nem adta fel mindenek ellenére. Számunkra is fontos megélni a hitet, mivel így kerülhetünk közelebb Istenhez. A hivatások nyomában hittanversenyen rövidfilmkészítés, interjúk, idézetfelismerés, jelenetek előadása szerepelt, melyek mindegyike egy-egy üzenetet közvetített a résztvevőknek. Mi magunk kell megújuljunk olyan értelemben, hogy tudatosítsuk magunkban a keresztény hivatást, és ebben ugye ők példát adnak, például Avilai Teréz, ő az egyik, majd azután ott vannak a modern kornak a szentjei, Kalkuttai Teréz anya, II. János Pál pápa, ugye szentek, akik abban is példaképek lehetnek, hogy igenis nagyon nagy szükség van az elköteleződésre. Az első versenyt 2006-ban szervezte meg a Nagyváradi Szent László Római Katolikus Líceum, hogy a fiatalok számára a példaértékű szentek életét állítsák középpontba.